Na, sziasztok, akkor ismét egy kis Dragon Age Origins. Na, megint benyomtad az unalmast. Enchantment? Enchantment! Miért szerepel ez kétszer? Ez emelet. Nem tudom hány szint lesz vajon. Let's get started. Ar, amála. Yes. As you say. Of course. Allow me. I could do that for you.
Allow me. I could do that for you. Kevesebb energiát. Aminek én most ott van. It's either you or me, and it isn't going to be me! Well, aren't you sweet and attentive? This should be easy enough. Yeah, it seems that it's only. Right. As you Allow wish. Allow me. I could do that for you. Akkor a 8-asra kerülni egyébként. Here I am. Allow me. I could do that for you. Right. Már nagy görekedett van arról. Van vezéri, meg így. Right ahead.
This should be easy enough. On my way. Yes, of course. Voltunk. Így csak minél, rá nem tudom. Itt arra mennénk, itt ilyen idő. Right. Mit lássunk? A végső ütközetet. Nem tudom, mit a terpesztőválás. Hogy most miért így közlekedik. Let's get started. Amíg billentyűt aktiváltam, hogy sétál a karakter.
pedig a numerikusra én nem nyomtam rá. Vagy igen. Hát az furcsa, hogy olyan lassan közlekedik, mint máskor. Ja, kösz. Jó tudni. Hogy ez egy hiba a játékban. Jó kérdés, hogy erre kell menni, vagy arra nagy terem fele. Egy jogár, cserszekül. Hát, jó. Kevesen vannak, látszál szerint két nagyhalmas. Nagy két ajtó szekrény, meg egy küldött. Melyik is a küldött, az a varázsló. De tegnap nem árult, de most mi lesz, ha nincsen kölyök? Morgenne? Miben befolyásolja kö a második vagy a harmadik részt? A videót mondjuk láttam róla, hogy elvileg nem tudom, hogy a második vagy a harmadikba szerepe. As you wish. Well, aren't you sweet and attentive? Vajtot akartam becsukni. Miben befolyásolja a sztorit, hogy most Morrigannel nem csináltatunk gyereket, mondjuk úgy. A további részekbe. És ha nincs gyerek, akkor mi van? De valahogy a kettőbe gondoltak erre főleg. Az Inquisíció az a harmadik rész. Ja, ez is olyan, mint a Mass Effect sztoriban, hogy most megölöd a Reckney királynét, vagy nem ölöd meg. Csak kicsi nagyobban, jobban álnyaltabb, gondolom a dolog. Allow me. I could do that for you.
Hát azt amúgy is mindegyik részben más szereplői van, nem? Karakter. As you wish. I could do that for nem egy karakter, ez trilógia. Változó tudomásom szerint. Habár félig mindig van átfedés, mert azt hiszem talán a segítőknél még mindig ilyen szerepel a további részekbe is. Allow me. I could do that for you. Jó, hát lehet mindent árnyalni most. Allow me. Ez vagy az a jobb be. Éppen, amit valaki azon vitatkozna, amit itt félig mennék, hogy most női vagy férfi se pördajú. Értem, mire akartál célod, nem az, van itt a probléma. Miért azt jó kigarózta valaki? Ez a fej, akkor arra, ez megy a tetejére, akkor arra lesz a fejharc, akkor még arra elnézünk itt el magukat. Aztán erre pont arra fele megyek, mi? Segmentést. Hát a feladatok elfele, micsoda is az így befolyásolhatja mondjuk félig menti. Hát az élet sem fekete-fehér, hogyha úgy nézi tulajdonképpen. Nincs túlzottan valami döntésed, hogy jó vagy rossz. Csak valavilágra vetítjük ki, tehát sem, az életben sem minden fekete-fehér. Hogy jó vagy rossz. Darkspawn approach. Watch for their blood. De Leliana, miért játszott kamikaze? Azért rémeket adok. Nem egy csapás bulit ide.
Hát igen. Let's get started. Szerintem egyik félig meddig most annyira nem vagyok tisztában vele. Morrigan nem, hogy csak egy átver engem, hogy a gyerek egy rossz... Később valami nagy hatalmú. Akkor ezért újítottak félig mondjuk úgy a Andromédába, hogy ott nem példakép meg renegát pontok osztogatása volt, hanem... Mondjuk alkalmi, meg mit tudom. Abban is van mondjuk az évben. Egyszer véletlenül láttam valakin, néztem egy videót, a Legend... Legendary verzió, amiben teljes trilógia felújítva van. Abban az első bosszt egy kicsit átalakították. Behozták a geteket is mellé, ott pedig ott önkör, csatáztunk, hogy nem volt, hogy miért úgy gyengít veled benne. Azért kellett azokat is behozni. A fejedelemmel való harckó. Van ma kibb, ami azt sem szereti valaki, hogy túlban bonyolítva a rendszer, most végtelen számú befejezése lett némelyik játéknak. Van, aki arra van kiakadva. Játszottam a Stalkerrel, és annak is eleve az első részével. Annak is eleve 6 vagy 7 különböző befejezésében, attól függen, hogy haladunk a játékban. Mégse lett pozitív hatása. Jó dologokat csináltam a játékba, az még az volt, hogy... Azt hittem, hogy... Az volt a kívánság, hogy a zóna tűnjön el, azt megvakította. Kívánság, azt mondja, persze, hogy akkor nem látom, hogy a zóna hogy tisztul meg. Ahhoz képest egy kicsit a meggyengített, de nem jól látszik rajta, vagy csak repülni nem. Ahhoz képest, hogy 100% a mentális ellenállásunk, ahhoz képest Eonnak gyöntöttek között a pályáról. Show me what you've got.
Hát a tűz, de nem érek semmit, mert hatástalan ellene. De jó, hogy pont akkor ugrottál arra, mikor. Ez így nagyon jó lesz, hogy csapkodok azt akkor addig el. Szedve az életre. Ha jól láttam. Merre van? Cicicic. Na, még ezeket is hozom. Hagytok még! Hát jó, el is felejtettem, jaj. Ez annyi katona. Törpe. Már... Azt egyszerre csak egyet tudok, majd kérhetem az összeset. Eddig is... ja, persze, oda nem tudunk átmenni. Annak elfogy. Cicicic, gyere elő, hú vagy. Jó, már megint.
Through! Hát ez rettig nem megy el addig. Már nem a 2 forintért. Valami tapasztalati pontokat kapok, de... Hát az így... Nem láttam az élet erejét. Pedig ez egy kétkezes kard, de... A tervezet a következő, miközben úgyis azt a játék vége. Utána egy kis idej múlva folytatom a Mass Effect 3-t. Mit szólsz az? Majd a jövő héten akkor belekezdünk az eszmérés kiegészítés. Nem is mitől lett vajon az a gyerekbe költözik el, úgy mondom. Dárkánynak, ami csodáig költözött van bele. And then, it was over. With the archdemon dead, the darkspawn horde quickly crumbled. Most fled back into the deep roads. They would remain a threat in the years to come. But the blight had been ended before it had truly begun. Ferelden had been saved, and the entire kingdom rose up to joyously greet its queen. Hát legfeljebb a másik karakteremmel lehet azt elkezdeni, hogyha addig eljutok vele. A női elf karakterrel az harcot. Bár azzal meg kicsit le vagyok maradva. Remélem, ott még az országgyűlés következne. Nem a párbejlog enne. My friends, we are gathered here to pay our respects to the Grey Warden that saved us all. He gave his life to destroy the Blight, and that is a sacrifice we must never forget. It was no accident that he was there either. He was special, and each of us had our life touched by him in some way. Some of you were friends, companions, some of you even loved him. It was his word that put me on the throne, even though he barely knew me. I am grateful beyond measure,
The Grey Wardens could not have asked for anyone finer. How does one properly honor someone like that? The Grey Wardens are building a magnificent tomb at Wisehot, next to that of Garahel, but I believe more is required. Knight Commander Gregor, please step forward. Tell me, what is the situation currently with the Circle of Magi? Under control, though the Circle has been greatly weakened. Still, there have been no further possessions. I wish to see the Circle restored. However, I understand the veil at the tower is too weak. That being the case, I wish a new tower built, with the Chantry's aid, and it will bear the hero's name. A fine idea, Your Majesty. And once the tower is built, Knight Commander, I am granting the new Circle autonomy. What? But, Your Majesty, I think what has happened only proves... It proves what a substantial contribution a mage can make. They have earned the opportunity to prove that they can watch themselves, Knight Commander. Don't you agree? I... Yes, Your Majesty. As you said. Let all know that the Arling of Amaranthine, once the land of Arlhau, is now granted to the Grey Wardens. There they can rebuild, and hopefully live up to this example. Friends, let us hope that he has gone on to a better place, and that he knows just how thankful we are for what he has done here. Now, we bid the hero of Ferelden farewell. He will be sorely missed. Nőrök, én egy koronázás követő hónapokon bizonyságot adott uralkodója rátermettségéről kedvező kereskedelmi egyességek révén jelentős bevételeket tett szert, melyet a főváros újraépítésére fordított, megerősítette a hadsereget, törvényeket támogatta a főbérők és a hadsereg a gazdaságok boldogulását is letette. Nem, mert olvasni se tudok már. A Denerevi Egyetem alapjait. Noha Login kegyvesztettként vesztett végezte életét, Anaura király ragaszkodott hozzá, hogy szobrot állítsanak neki az Orvész nagykövetség előtt. Szobrot kevesen látogatják. Egyedül Anaura jár ki hozzá évente. Tarpazatára virágot helyezzen. Hát igen, ő szerette volna az apra, azért életben marad, de... Tehetek múltak az évek. Anor azonban tovább is elutasította a felderi nemesség azon óvaját, hogy házasodjon újra. Noha rendszeresen érkeznek kérek Denerifbe, egytől egyik alulmúlják a királynő elvárásait. Anor apjához méri őket, és vátig állítja, hogy nem talál közük hozzáfoghatót. Ezt mi van, akkor kérdezzük. Még Genevieve testvér véfattyak leverése után pár hónap a nyilvánosságra nem hozta a hírt. Kámtalan berkeinkből kevesen tudtak arról, hogy Felderben fellelték a Szent Hamak urnáját. A kézirat, amelyben kutatásait és Andressa kultuszával kapcsolatos tapasztalatait részletezi, élénk érdeklődés keltett a tézai tudósok körében. Kámtalan évek múltán bejelentette, hogy Andressa hamvai nyughelyét valóban megtalálták. A tádisztai hívők köz futóközként terjed a hír és az izgalom. Rengetegen várják, hogy Zarándok útra kelhessenek, saját szemükkel várják, hogy Zarándok útra kelhessenek, saját szemükkel, nem ez kétszer rossz, nem mindegy. Akarják látni a hamvakat, és részesülni kívánnak a gyógyító erejéből. A körtön mágusok tornyát végül hónapok kemény munkában megtisztították az utolsó fátyon, átkelt lélektől is. Fölrömények elmaradtak, Irving Mánus pedig örömmel nyilvánította biztonságosnak a kört. Mindent megmentettek, amit menthető volt.
Miután a rabszolga kereskedőket kiutasították az árványból, a városi elfek sorsa jobbra fordult. Pár évre a rendőrök irányában kemény kéz folytott el az éhség lázadásokat. Az elfek kénytelenek voltak megbocsátani neki, és biztosra veszik, megpróbáltassék csak még távolos emélynek végét. Siáni a zárvány közösségének szókimondó tagja maradt, és idővel ő lett az előjáró. Egyenességének gyakorlata bajbosodója. Népének azonban igencsak használva a várat. Émenőr végül visszatér Radcliffe-be, hozzákezdett annak újraépítéséhez. Való lakói alig várták, hogy megszabadulhassanak a szörnyű éjszakát emlékétől, mikor az élhajó voltakkal kellett szembenéznünk. Connor körmágusokhoz küldték tanulni, korábbi tapasztalatai okán remekül is. Remekel is köztük, kiállta az alászállást, és igazi mágus vált belőle. Apja rábeszélése elfogadott egy tisztességet Tenerife-ben, ahol így hivatalosan tanulmányozhatja az enyészetet.
Eliste visszatért a szürke kamarások közé, és új tagjuk emlékezetéből vésve John áldozatát, hogy a szabályzaton néhány változtatása eszközöljön, idővel kilépett a rendből, úgymond azért, mert nem érezte többé sajátjának. Duncan szülőhelyére ment, ahol egy kis emlékművet állított mentora tiszteletére, hogy merre indult ezután, senki se tudja. Lane Felder trónjának szolgálatában maradt, ám udvariasan visszautasította az udvari varázsló tisztét. Egy év után csendben összeszedte a holmiát és bejelentette, hogy világot akar látni, mielőtt ideje kitellik, majd örökre távozott. Stan meghajolt John Földi aranymányai előtt, majd szó nélkül visszatért szülőföldjére. Tekintélyt sikerült visszaállítania. S mint amikor Kunári honfitársai azt tudakolták, élnek-e érdemdús idegenek a Bárvalont határain túl, Stan azt felelte, hogy utazásai során csak egyet találkozott. Hogram Felder seregének első törpe generálisa lett. Lemondott az italról, meg is házasodott. Akkor megszületett első fia, szopóban tartott a karján, majd barátja nevét adta neki, aki egykoron megváltoztatta az életét. Valant nem sokkal Denelevi csata után elhagyta Felder, elutasítva minden jutalmat a királyi udvartól. A gólem többé senki sem látta, de szó szerint, beszéd szerint beszéd járta, hogy egy haragos törpe asszonyról messze éjszakban, aki kíméletlen hívve ijetott a galambokat. Zephran sokáig időzött Denelevi-ben, szerelmét gyászolta. És a Felderi korona szolgálatában keresett feledést. Mikor a holók ismét rátalálták, úgy döntötte, elébe megy a bajnak, visszatér Antivába. A négy mester hirtelen eltűnését követően, utána a holók ismét soraiba fogadták Zephrant. Ezúttal vezetőként, korábbi baltársaitól tisztes távolságot tartott, soha noha számosan kínálták fel nekik őlüket, sosem esett szerelembe többé. Hát úgy látszik, neki nem számít férj vagy női karakter, azt hiszem, hogy Leliánának sem számít. Leliána egy ideig a királyi udvarban gyászolt, bánatában szerzett balladája előbb-utóbb közismerré vált, és kiállta az idők próbáját is. Miután elévadta, Leliana csendben eltűnt. Némelyek szerint a teremtő mutatkozott meg előtte azon az éjszakán. Könnyekkel a szemében mondta el szolgálónak, hogy végre viszont láthatja szerelmét, aki azután elment, azóta nem valak senki felelőben. Nem, keverem itt a szavakat, mondod bele, mindegy. Ahogy a veszedelem szennyezte fel a földek megtisztultak, a szürke kamarások, akik Amarintenben lassan újra szervezték rendjüket, ráébredtek, hogy az éjfattyak elleni küzdelem még nem ért véget. Bár a vezérdémon halálával a horda szétszélett, az erős vezérhímek fogták a túlélőket, sportyázott csapatokat szerveztek belőlük, melyek egymás után és környező vidéket egyaránt fenyegették. A portyázók nagy pusztításokat vittek végbe, némelyik csoportjukat nyugodtan egészen Oréziáig jutott, mások a mélyutakon keresztül átkeltek a csillámló tengeren. Nem volt könnyű leszámolni velük. De ezek már más ősök történetei. John meséje akkor ért véget, mikor pengéje a vezérdémon koponyába hatolt. És örökre elpusztította a gonoszt.
bármi is következik ezután, az áldozat sokáig nem őrzi, majd az sokáig őrzi már az emléket. Között. Végső áldozat vívmány eléri. Most a további életutakban még van ez ennek a folytatása? A boszorkányvadászat az ennek a folytatása? Meg az éjfattyú korra unikák? Meg az Amra gólemje is? A Leliana az lehet az előzmény? Hát akkor ezek a életutbaromságok nem csatolóval vagy a sztoriba bele?